Beszállt az idén is az NB1-B és Bonyhádi férfi kosárlabda csapat a karácsony táján a sportban is egyre jobban terjedő jótékonysági akciók egyikébe. Az idei esztendő utolsó hazai mérkőzése előtt a Bonyhádi sportcsarnok aulájában gyűjtötték a szurkolók által felajánlott, az Egyesület által célzatosan kért adományokat, és a jelekből ítélve a megszólított szurkolók éltek a lehetőséggel. Nem csak meccset néztek ezúttal, hanem jótékonykodtak is. A tavalyi évben kezdtük ezt először, vagy hívtuk életre először ezt az adománygyűjtést. A gyermek Bonyhádi gyermek jóléti és családsegítő szolgálatnak próbáltunk adományokat gyűjteni. Nyilván ezt egy egyeztetés előzte meg, hogy mire van szükségük, hiszen nem akartuk, hogy olyan, bocsánat a kifejezésért, kacatokat hozzanak bárki is, amire esetleg nincsen szükség. De szerencsére ilyenről nem volt szó, mindenféle ajándék volt a tavalyi évben. Idén pedig sportcipő, igazából sportos dolgokat kértek tőlünk, amit szerintem teljesítettünk is. A szokásos csokik és édességek mellett voltak olyanok, akik értékes sportszereket ajánlottak fel, köztük többek között labdát is a rászorultaknak. Az ünnepi hangulat a jótékonykodás okán mintegy 50-nel többen látogattak ki a Bonyhád éppen aktuális mérkőzésére a Pécsi Kosárlabda Akadémia ellen, mint az általában szokásos. A csapat a listavezetővel szemben két kulcsjátékosát nélkülözve eleve esélytelen volt a győzelemre, de a bonyhádi klubvezetés reméli, hogy az új nézők közül többen éppen a tisztes helytállás miatt kedvet kaptak ahhoz, hogy a csapat tavaszi hazai mérkőzésein is viszontlássák őket majd a csarnok lelátóján. A napokban egyébként az is eldőlt, hogy jövőre is lesz egy olyan nap Bonyhádon, amikor minden a kosárlabda népszerűsítését szolgálja. És áprilisban újra megrendezzük a már említett kosaras napot. Reméljük, hogy idén is olyan jól sikerül, mint tavaly sikerült.